Tisztelt Egyéb és Uraim, sok-sok szeretettel köszöntöm mindenkit az Audi Arena-jövőben, méghozzá a KNH női kézilabda folytatódik, hiszen az első sorban már csapatunk bejátszott az idegenben a Siófok ellen adott győzelmet követően, pedig most hazai pályán az Audi Arena-jövőben fogadjuk a KNH női kézilabda újonc csapatát, a Vasas Kárpályát. Tisztelt Egyéb és Uraim, egy fantasztikus hétvége után a BL győztes legyőzve kezdtenek hazai pályán csapatunk a szeretés, hasonló folytatásban a Vasas ellen, azonban még jött a csapatokkal megismerkednénk elsőként, fogadj egy kérem egyszerzettel a mai gyerkőzés játékvizetőit, valamint a tiszta játék és a liga zászlaját. Shut up, shut up, shut up!
Kun Attila, Dr. Balogh Péter és Bercsebék Ádám. És tehát, hogy egyesülném a mai kérdezés játékvezetőjét és külsőzegedjének, hogy bemutassam a mai kérdezés játékvezetői Jú Gábor és Ki Tamás forrása. Magyar Legyen tiszta a játék, nemes a küzdelem, ez hangzott el itt az Audi Arena Győrben. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Győri Audi Eto KC YouTube csatornáján, Varga László operatőr kollégám nevében is. Én Gáspár Milán vagyok, együtt fogjuk végignézni ezt a mai mérkőzést. Győri Audi Eto KC Vasas, ez a találkozó kezdődik pillanatokon belül. És aki szereti a kézilabdát, annak talán ismerős a Vasas neve, hiszen mondhatjuk azt, hogy Magyarország egyik legeredményesebb női kézilabda csapatáról van szó, akik nem kevesebb, mint 15-szörös magyar bajnokok, és a 70-es, 80-as évek meghatározó magyar csapatáról van szó, sőt, még bajnokok ligáját is nyertek annak idején, igaz? Akkor még bajnokcsapatok Európa kupájának hívták ezt a sorozatot. Ami viszont mindenképpen örömteli az ő szempontjukból is, hogy idén feljutottak újra az NB1-be, úgyhogy egy igazi rangadót láthatunk ezen a mai mérkőzésen is várhatóan. Természetesen azért az esélyek egyértelműen az Audi Eto KC mellett szólnak, viszont láttuk azt is, hogy a Vasas és az Eto is győzelemmel kezdte az idei szezont, talán mondani sem kell, hogy a győriek Siófokon nyertek egy gólgazdag mérkőzésen, majd pedig ugye a hétvégén a BL címvédő Vipers Christian Sandot is sikerült nagyon magabiztosan legyőzni hazai pályán. És győzelemmel kezdett a Vasas is, ők az Albafehérvár otthonában nyertek a nyitófordulóban, ez talán még egy kis meglepetésnek is mondható. Aztán meglátjuk, hogy mire lesznek képesek az Audi Eto ellen a mai mérkőzésen, de az egészen biztos, hogy nem szabad félváról venni a Vasas csapatát sem, de aki figyeli az Eto körüli történéseket, az tudja, hogy ez valószínűleg nem is fog megtörténni, mert hogy egyáltalán nem jellemző ez a lányokra. Az Audi Eto fogja kezdeni a mai mérkőzés. Tiszta zöldben a győriek, és kék-pirosban pedig a Vasas csapata, ami a mieink kezdőjét illeti. Glosser kezd a kapuban, a két szélen Schatzl, illetve Lukács, Hansen, illetve Rien Hi. A két átlövő, Pintea a kezdő beálló, illetve Christiansen irányít, és aki figyelt a bemutatáson, az láthatta, hogy Lin Blom ott van a keretben, tehát az a kis sérülés, amivel ő visszatért az olimpiáról, közben megvan az első győri találat. Krina Pintea szerzi az első hazai gólt. Tehát Lindblom akár még be is mutatkozhat a győri közönség előtt, aztán meglátjuk, hogy ez hogy sikerül, és megvan a labdaszerzés, és nem csak a labdaszerzés van meg, hanem a második gól is. Lukács Vica. No hát, 57 másodperc alatt kettő darab gólt szerzett az Audi Eto KC. Hát ennél jobb győzelem, illetve ennél jobb kezdést én azt gondolom, hogy nem is nagyon álmodhattunk volna erre a mai mérkőzésre. És még így is elkapta Glosser, belesáncoltak, és majdnem így lett veszélyes, sőt, nem is majdnem bravúros mozdulattal nyúlt vissza a labdáért Glosser. Az indítás viszont nem volt tökéletes, hozzátéve persze, hogy egy védő bele tudott kapni, de a lényegen mindez nem változtat. 2-0-ra megyünk másfél percnyi játék után, és támadhatunk akár a három gólért is. Pinte most kilépett a falból, jelen pillanatban nincsen beállunk, aztán most már van, mert hogy Pinte visszament. Hansen
Liu ment be beálló, második beállónak, és egy újabb védés Grossertől. No, hát eddig a francia kapus nagyszerűen kezd. Lukács nagyon egyedül marad, és be is pattintja Lukács Vica. Két gólos, a vezetés pedig 3. Ugye a nyitó fordulóban azért 70 gól fölött volt a találatok száma a Siófok otthonában, és akik mondjuk emlékeznek arra, hogy milyen stílusban játszott az Audi Eto 3 évvel ezelőtt, amikor szintén Ambrose Martin volt a vezetőedző, akkor azért tudja, hogy akkoriban ez a sok gól nem volt jellemző, úgyhogy nem lepődnék meg azon, hogyha ma a védekezésre nagyobb hangsúlyt fektetnének a mieink. Aztán ez majd ki fog derülni, de hát eddig azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez is rendben van. Hansen. Pintea. Szépen fordul le Pintea. És nem csak a lefordulás, hanem az ejtés is. Szép. Megvan a negyedik. Hát az első percben volt 2 darab gól, azóta pedig percenként 1-1. Így jön ki 3 percnyi játék után ez a 4 gól. És ezen igazságosan megosztozott Kvina Pintea, illetve Lukács Viktória. És megint kijön Glosserről a labda, igaz? Ez most olyan különösebben veszélyes támadás nem is volt, de hát azért csak meg kellett akadályozni ebben az esetben is, hogy a labda bejusson a hálóba. Christiansen. Pintea. Hansen. Ki a szélre Schatzelnak. Megvan Gercsó első védése, aztán a második nincs. Pintea harmadik gólja viszont, igen. Hát Kirina Pinteával egyelőre nem nagyon tud mit kezdeni a vasas védekezése. Nem véletlenül a világ egyik legjobb beállója ő. Ez pedig így egy szabad dobás lesz. Ott nem lehetett átmenni, hiába próbálkozott vele Faragó. Aztán sikerül összeszedni a labdát. Ki a szélre Szatmárinak, és Szatmári megszerzi a vasas első gólját. A mai mérkőzésen. Egészen pontosan 5 perc telt el a mérkőzésből. És Schatzel Nadin is feliratkozik a gólszerzők közé. Meg kell említeni egyébként, hogy Angyalföldről is érkezett egy 10-15 szurkoló. Eljöttek buzdítani az ő kedvenceiket, és örülhetnek is a második gólnak, amelyet Faragó Luca szerzett. Liu próbált volna bejutni két ember között. Egy sárgalapot kiharcolt, méghozzá Hadnagy Fanni kapta a figyelmeztetést 77-essel. Őt látták szabálytalannak. És Liu is feliratkozik a gólszerzők közé. Ki még nem volt találata ma eddig a pillanatig, és nem csak találata van, hanem labdaszerzése is. Jól játszik eddig a koreai.
Riu. Úgy, de nagyon nagy helye volt. Nem szabad neki ekkorát hagyni. És villámgyorsan megszerzi a második góliát is. És hát kell lemondani, hátul pedig Glosser biztosít. Christiansen, ez mekkora védelmi hiba volt, nagyon elnézték most ezt a vasas játékosok. Azt gondolom, hogy ekkora helyet nem csak egy Audietó, hanem semmilyen más profi kézilabdázónak nem szabad hagyni, mert megköszöni és kihasználja, hát ezt láthattuk most itt is. Szilovics. Szilovics és Kajdon passzolgatnak egyelőre. Nem lövi el Szilovics, Agbabának tette ki. Aztán Hansen gazdagodik egy sárga lappal. Kajdon három ember között nem tudta elvenni, kitette, kikerül a szélre a labda, és ez pedig kapufa. Kovács labdáját pedig sikerül összeszedni. Megrángatták Pinteát éppen csak annyira, hogy gyorsan indulni le lehessen. Ezt a célt el is érte a vasas. Hansen. Ki a szélre Lukásnak, kicsit magas volt a labda. Nem lehetett egy lendülettel indulni befelé vele. Pintea! 7 méteres. Nagyon megrángatta Agbaba Pinteát. Kivárt a játékvezető. Kiu Gábor, illetve Kiu Tamás egyébként a két játékvezetője a mai mérkőzésnek. Az ő nevük még nem hangzott el egyelőre, de hát nyilván ők is hozzátartoznak ez a mai mérkőzéshez. És akkor Christiansen. Ezt most viszont érezte Gercsó Nóra. Nincsen meg tehát a tizedik gól, 9 perc után 9-et szerzett az Edo, hát ez sem rossz egyébként egyáltalán, viszont itt az első időkérés a vasasnak, a vasas vezetőedzőjének, Penszky Gergelynek van mondani valója. Kioszthatták a vezetőedzők a taktikai utasításokat. Kurucz Anna Mária egyébként a vasas weboldalának azt nyilatkozta, hogy nem feltett kézzel érkeznek ide az Audi arénába. Most egy kis megilletődöttség azért látszott ezen a vasas támadáson. Pintea, hát ketten sem tudják megfogni Pina Pinteát. Negyedik gólját szerzi már. És ahogy Szabó Tamás itt a helyszínen elmondta, századik gólját szerezte Pina Pintea az Audietó színeiben. Ő ugye korábban már játszott itt Győrben, tehát ilyen értelemben egy szép jubileum azért. Meg lesz a 101. Nem. Ez most lejött a kapufáról. Annyi baj legyen. Tíz és fél perccel telt eddig.
a meccsből. Ilyen értelemben túl vagyunk tehát az első félidő harmadán, és Kajdon Blanka is szerez egy gólt a Vasasnak, ezt most egy kicsit talán elnézték a védők, de hát azért legyünk őszinték, aggodalomra azért továbbra sincsen semmi, de semmi ok, főleg, hogyha Sácül gólt szerez, már pedig Sácül gólt szerez. Ez pedig egészen pontosan Glosser kezében landolt. Ez pedig Szilovicséban. Gyakorlatilag, hogyha Szilovics nincsen résen, akkor Pintát egy légüres tér választotta volna el már csak a kaputól. Nyilván ezt akarták megakadályozni minden áron. Christiansen. Hansen. Liu. Christiansen. Ryu alulról húzott lövés, ez most céltéveszt. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy Gercsó odaért volna, hogyha pontosabb ez a labda, de attól tartok, ezt nem fogjuk már megtudni. Agbaba. Szép gól. Jön le Lukács, jön helyette Faluvégi, és akkor hölgyek urak, ötössel a pályán először az Audi Etokáci színeiben. Lindblomot láthatjuk, ő érkezett beállóba, és Fodor Csenge is jött egyébként a bal szélre. Lindblom meg is kapta a tapsot teljes joggal a közönségtől. Jó a sánc, és jó az indítás, Fodor, teljesen egyedül Fodor Csenge. Nagyon higgadt befejezés. Fodor Csenge. 12-4. Mondhatjuk, hogy Fodor is jól szállt be a meccsbe. Agbaba pedig megszerzi saját második, a Vasas ötödik gólját. Beállt most ez a 7-8 gólos különbség. Erről most nagyon nincs elmozdulás. De én azt gondolom, hogyha mondjuk ez marad a végéig, olyan nagyon csalódottak akkor sem lehetünk, de hát legyen közte. Még több, hogyha lehet, és megvan az első Blom lövés. Ebben most még bele tudott nyúlni Gercsó. Christiansen. Christiansen és Ryu passzolgat egymással. Aztán Blomot is beveszik a játékba, aki most éppen kilépett a falból, aztán vissza is ment azonnal oda. Hansen egy távoli lövés. Gercsó bele tudott nyúlni. Agbaba. Kapufa. Szerencsénk van, mert Faluvégi össze tudta szedni, és tökéletesen pontos az indítás Fodor felé, és nem csak az indítás, hanem a befejezés is. És közben eltelt az első félidő fele. Jó a labdaszerzés, Ryutól egyedül mehet, végig is lehet vinni. Be is fejezi. Harmadik lövése
és most helyes egyébként a felirat a képernyőn, tehát 14-5 az állás, a 13 kimaradt, de szerencsétlen számokkal amúgy sem szeretünk foglalkozni, 14-5 tehát jelen pillanatban, és hogyha szóvá tettem az előbb, hogy beállt ez a 7-8 gólos különbséget, akkor mindjárt itt a 9, és hogyha sikerülne ezt a támadást kivédekezni, akkor a 10-ért támadhatnánk. Nem jó a bejátszás, Christiansen szedi össze, viszont egy szabálytalanságot láttak a játékvezetők, úgyhogy jöhet a szabad dobás, amelyet Faragó végzett el. Nem volt kinek tenni, Agbabától pedig elveszik a labdát, és akkor, ahogy említettem, most lehet támadni a 10-ért. Nem értek még vissza a vasas játékosok védekezni, most már igen. Úgy tűnik, hogy rendezik is egy kicsit a sorokat, és akkor nekünk is lehet egyet talán fújni, most nyitott védekezésre állnak át, Kajdon Blanka egészen kilép. És akkor most egy felállt védelem ellen lehet próbálkozni a támadással. Blom! Christiansen. Hansen ki a szélre Fodornak. Gercsó pedig hárítani tudott. Kajdor. Agbaba. Kajdonnak vissza. Nincs most ötlet a vasas játékában, hogy mit is kellene csinálni. Pénzes. Agbaba. Hát ahelyett, hogy elmentünk volna 10-zel, Agbaba harmadik góljával feljön idézőjelben 8-ra a vendég csapat, és jön be Despotovic, illetve Háfra forgatja a csapatot Amros Martin. Láthatóan mindenki lehetőséget kap, és vannak egyébként fiatalok is a keretben, Farkas Júlia és Ogonovszki Eszter is ott van, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha előbb nem a második fél időben, azért ők is kapnak majd egy pár játékpercet a szakvezetőtől. Az pedig egy nagyon hosszú indítás volt Imrei felé, esélyesen volt arra, hogy összeszedje, fordulhatunk. Gercsó Nóra most az elmúlt pár percben egyértelműen kiemelkedik a mezőnyből, most jó néhány hárítása volt egymás után, most minket pedig a kapufa ment meg. Fodor, szeretett volna eladni egy belemenést Kajdon, a labdát össze tudják szedni. Ó, és mekkora védés Glossertől, Pénzes Laura teljesen egyedül vezethette rá a franciára. Beléptünk a 20. percbe közben, sőt, ennek már a fele el is telt. Despotovic, majdnem elveszi tőle a labdát Pénzes. Despotovic kapja vissza Háfra, ki a szélre Faluvégi, gyönyörű megoldás. Na, ezt a pár perces gólcsendet most akkor úgy tűnik, hogy sikerült megtörnünk. Agbaba. Glosser megtalálja a labdát. A kapu fölé tolta és meglepődött, hogy visszapattant elé. Arra számított, hogy esetleg kiperdül az alaponalon kívülre. Nem így történt, de a lényeg az, hogy a mi kapunkba nem került be.
No és akkor nézzük, hogy most meg lesz egy 10 perccel, 9,5 perccel a vége előtt ez a bizonyos 10 gólos különbség, amit én már az előbb megpróbáltam megjósolni. Hát egyelőre nem, mert hogy elveszítjük a labdát, Imrei. Hát a túloldalra, és egy nagy védés Glossertől Szatmári próbálkozott volna, illetve próbálkozott is, Glosseren azonban ma nem tud kifogni. Azzal együtt, hogy Szatmárinak már van egyébként egy gólja, tehát semmiképpen sem szeretném megsérteni, de azt gondolom, hogy Glosser mai teljesítménye eddig mindenképpen megérdemli a dicséretet. Despotovic. És időt kér Ambrose Martin is, 8,5 perccel az első fél idő vége előtt. Hát bőven volt mondani valója mind a két szakvezetőnek. Egyrészt Penszky Gergely is bőven kihasználta a rendelkezésre álló egy percet, de Ambrose Martin pedig hát még egy jó 10-15 másodpercet rá is tett erre. Nem hinném egyébként, hogy nagyon elégedetlen lenne a látottakkal. És akkor, amitről már szintén beszéltünk az előbb, melegít itt a kispadok mellett Ogonovszky és Farkas is, úgyhogy gyanítom, hogy hamarosan ők is be fognak állni, és lehetőséget fognak kapni a bizonyításra. De előtte még szabad dobás jön, amit Lindblom végez el, mire kimondom, már meg is tette mindezt. Christiansen, Despotovic, ki a szélre Fodornak, szép megoldás, szép gól. Fodor csenge találatával 16-6-ra vezet az Audietto, megvan tehát a 10 gólos különbség. A közönség részéről egyébként a számolás ezúttal elmarad, ami általában ugye annak a jele, hogy elismerik az ellenfél csapatának a teljesítményét, Kajdon Blankáit például, aki megszerzi a második gólját. Despotovic. Fodor, elvették tőle a labdát, belefújt már a játékvezetővel, sem lőhette. Fodor csenge. Az pedig egy jó védekezés faluvégitől. A labda marad a vendégeknél. Szeretett volna még beleírni Glosser, hogy mi támadhassunk. Baba. Kajdon. Glosser lábai alatt talál be Kajdon. Bejött egyébként Farkas Júlia, 81-essel láthattuk,
de a gólt nem ő szerzi, hanem Fodor Sengem a negyedik találatot, legalábbis ami a sajátját illeti, illetve Ogonovszky pedig védekezésben kap most szerepet Ambrose Martintól. Kajdon. Kajdon is pénzes passzolgat. Agbaba. Agbaba nem tudja kinek adni. Ellőni sem sikerült. Pénzes. Ogonovszkit látták szabálytalannak. Passzívot jeleznek közben a játékvezetők. El kellett lőni. Grosser pedig ezúttal is véd. Sajnos a támadás joga nem a miénk. Jöhet újra a Vasas, viszont beléptünk az utolsó 5 percbe, legalábbis ami az első fél időt illeti, nem volt sok játék megszakítás. Sportszerű mérkőzésről van szó alapvetően, közben Pénzes is megszerzi az első gólját. Farkas. Beszédült a labda a hálóba. Közben Pénzes kap egy sárgalapot, de a játékvezetők már fújtak. Ugye a hetes miatt, és Farkas akkor most meg is kapja a lehetőséget, hogyha már ő harcolta ki, akkor el is végezze, és gólt szerezzen ebből. És gólt is szerez Farkas Júlia. Farkas Júlia! Agbaba. Pontosan oda, ahol Glosser állt. Ez azt gondolom, hogy Glossernek is dicséret, hogy tudta, hogy hova kell helyezkedni. Ogonovszky. Jaj, de szép megoldás. Fodor Csengétől. Visszaáll a 10 gól. És Fodor Csenge egyébként ezzel a mezőny legeredményesebb játékosává vált. Pénzes. Agbaba. Kajdon lövése pedig elakad a sáncban. Egészen pontosan Faluvégi kezében, fájlalja is a kezét Faluvégi, de úgy tűnik, hogy tudja folytatni a játékot, és akkor egy újabb gólszerzőt írhatunk fel, Despotovicsot. Közben egyébként félszemmel azt figyeltem, hogy mi történik a kispad mellett. Az történik, hogy lejött Faluvégi, belenyúlt abba a labdába, és igencsak akódva nézik a kezét. Bízunk benne, hogy nagy baj azért nincsen. Minden esetre Lukács a pályán, most jobb szélen. Pénzes. Baba. Kajdon. Baba Kajdonnak teszi vissza, Kajdon ráviszi a védőkre, ott pedig megakad Despotovicson. Agbaba. Kajdon. A földre kerül Pénzes, Háfra, illetve Lukács között. És közben passzív, és 4 passza van még a Vasasnak, és el kell lőni. És most már csak 2. Egy kínaival próbálkoznak. És hiába csorgott be
pénzes labdája. Ez bizony egy 7 méteres lesz. Közben belépünk az utolsó egy percbe, azt mondja, jó ez nekünk, hogy 7 méteres lesz, vagy lett, ez mindjárt eldől. Rosszer formáját elnézve még akár jó is lehet. Ezt a párharcot most megnyeri Kajdon Blanka. 20-10. 40 másodperc van hátra az első fél időből. Nem kell kapkodni. Végig lehet szépen vezetni ezt a támadást, és utána egy góllal befejezve még egyet közé lehetne tenni itt a különbségnek a szünet előtt. Ez pedig meg is van. Fodor 6. gólja. Agbaba. Imrei lépett föl a szélről és próbált besegíteni neki. Agbaba ezt mindenáron egyedül akarta megoldani. És Háfra még próbálkozott egy távoli lövéssel. 21-10. 11 góllal vezet a Győri Audi Eto KC a Vasas ellen. Ezen a keddesti mérkőzésen itt az Audi Arénában egy fél időnyi játék után. Most következik negyed óra szünet, aztán folytatódik a mérkőzés, és természetesen a közvetítés is. Úgyhogy most van idő egy kis frissítésre, aztán jöjjenek vissza, folytatódik a meccs.
Na, hölgyek, urak, megérkeztünk másodperceken belül. 21-10-ről folytatódik a Győri Audi Eto KC vasas mérkőzés. Csak azok kedvéért, akik nem látták volna az első játékrészt, és most csatlakoznak a közvetítéshez. Csak az ő kedvükért mondom azt, hogy tulajdonképpen a mérkőzés elejétől kezdve nagyon-nagyon magabiztosan vezet csapatunk. Ambrose Martin forgatta a csapatot. Szinte mindenki pályára lépett, sőt, hát nem is szinte, hanem konkrétan mindenki pályára lépett, aki nevezve van a mai mérkőzésre. Közülük egyedül Silje Solberg az, aki kivétel, mert hogy Laura Glosser ihletett formában védett az első játékrészben. Bet. És egy újabb Glosser védéssel kezdődik ez a bizonyos második félidő, és akkor jöhet a támadás, és most tulajdonképpen egyébként ugyanazt a felállást küldte a pályára Ambrose Martin, mint ahogy kezdtük az első félidőt. Egyetlen helyen van változás, Lindblom most a beálló. Valószínűleg neki szeretne több játék lehetőséget adni Ambrose Martin, hogy szokja a meccs tempót, de ezt a gólt nem összerezte, nem Anemete Hansen. Csapatunk újdönsült csapatkapitánya. És ő az ő góljával 22-10 már. Kajdon próbált volna bejutni három ember között. Ez nem egy egyszerű feladat, valljuk be. Kajdon. Svet. Kapufa. Glosser kezébe belepattant. Riu. Christiansen. Oj, de micsoda passz volt ez Blom felé! És az első gólját szerzi Lindblom az Audi Eto KC színeiben. De én azt gondolom, hogy Christiansent is emeljük ki mindenképpen, mert valami egészen parádés. Paszt adott svéd csapattársának. Spett. Pénzes. Olá. Pénzes. Spett lövi el. Megpattant a sáncon. Glossert ez sem zavarta meg. Lehet menni a következőért. Riu. Mutatta volna magát Blom, de közben már egy lépés hibát mutat a játékvezető. Elveszik tehát a labdát az Edótól. A maroknyi vasas szurkoló pedig rendületlenül biztatja kedvenceit. Kajdon. Pénzes. Glosser védés. Hát a mezőny egyik legjobbja. Laura Glosser. Az is gyönyörű passz volt Blomnak. Ha egy üzletbe indul Lindblom, mindjárt két gólt szerez egymás után. Nagy paszt kapott Lukácstól. Csak dőlnie kellett befelé, idézőjelbe csak. Összeszedni a levegőben, aztán bevágni. Gyönyörű játék. Kajdon. Ez pedig egy kapufa. Blom szedi össze megint. Nagyon jól kezdi a svéd a második félidőt. Hansen. Riu.
Hansen, Christiansen, Ryu. Sácsolnak ki a szélre, Blom, meg lesz-e a harmadik, de megbizony. És jó látni egyébként, hogy Lindblom hogy örül ezeknek a góloknak. Nyilván sérülésből visszatérve sokat jelent neki is, hogy ilyen jól sikerül a bemutatkozó meccse. Közben egy 7 méteres, amit Kajdon fog elvégezni, 5 perc telt el a második félidőből. Egyelőre itt a második játékrészben nincsen gólja a Vasasnak. Elmozdult Glosser, aztán észrevette a csapdát, de Kajdon így is be tudta vágni, mosolygott is Glosser utána. Hát annyi baj legyen. Christiansen, Ryu, jobb felső sarokba Ryu. Négy gólos már. Spet, Pénzes. Kovács, Pénzesnek vissza, Spet, Kajdon, ki a szélre, szép hát mögötti passz volt Olának. Olá Kira pedig felhúzta a ficakba. ...26-12. Az mekkora passz volt megint Blomnak! Ezúttal Ryutól kapott nagy labdát. Pénzes. Kajdon. Olát kereste volna. Ryu azonban útját állta. Jól játszik egyébként a dél-koreai is nagyon. És most két beállóval próbálkozunk, mert hogy Pintea is bejött még hozzá Lukács helyett. És ő szerzi a gólt. Most azért itt a második félidő elején elkezdett nagyra nyílni ez a bizonyos róló. Ugye 11-jel fordultunk már, ami a különbséget illeti. Hát ehhez képest most már 16. 7-2-re nyeri eddig ezt a második félidőt az Audieto. Glosser labdája pedig még ki sem patt, illetve Pénzes labdája ki sem pattan Glosserről. Ez a labda sem pattan ki, hanem befelé, szerencsére. Sácsol Nadin harmadik gólja. A kérdés innentől kezdve nyilvánvalóan most már az, hogy mekkora lesz ez a bizonyos különbség a végére, és én biztos vagyok abban, és ez látszik most is ebből az indításból, megvan a 30. győri gól, hogy innentől kezdve azért a feladat, illetve a cél az lesz az Etonnak, hogy minél kevesebb gólt szerezzen, illetve gólt kapjon. Perszki Gergely viszont ennek ellenkezőjét szeretné, időt is kért.
30-12-ről folytatódik a mérkőzés, 9 perc telt el a második félidőből. Én azt gondolom, hogy nem csoda, hogy nem tetszik feltétlenül Penszky Gergelynek az, amit lát. Mert azért most úgy tűnik, mintha egy picit bent maradt volna az öltözőben a Vasas gárdája. Spet, viszont úgy tűnik, hogy ez a kis taktikai eszmecsere talán jót tett nekik, mert hogy Spet Evelin mindjárt gólt is szerez. Schatzl. Szép védés volt Zsigmondtól. Össze tudta még szedni Kajdon, nagyon nagyot kellett nyújtózkodnia érte. Spet pedig meg is ijedt, hogy mi van, hogyha ez a passz nem jó. Pénzes. Pénzes lövi el. Glosser pedig lábbal véd. Riu pedig összeszedi. Glosser felrángatta Riut, hogy ne ücsörögjön, ott induljon, mert hogy támadás van. Még egy kis technikai szünet a törlés idejére, aztán akkor most már tényleg folytatódhat a meccs. Méghozzá egy Eto'o támadással. Blom. Hansen. Nagy labda Pinteának. És nagy védés Zsigmondtól. Lábbal védett Zsigmond Panna. Olá! Össze tudja még szedni Kajdon. Spet. Kajdon elcsúszott, igaz, hogy nem magától. Szabaddobást kiharcolt. Kajdon. Spet. Spet lövi el, ez csúnyán fölé. És akkor jönnek be újra a fiatalok. Farkas Júlia és Ogonovszki Eszter is. Újra a pályán. Ogonovszki ezúttal támadásban is. A labda pedig Pinteához jut el. És közben összeakadt a Kács Biancával. Nagy baj talán nincsen, de egy törlése azért szükség van persze. Spet. Elveszíti a labdát. Szabaddobást viszont szerez. Készülődik közben Háfra és Despotovics is. A kispad mellett.
Pénzes. Gajdon. Ú, megtalálta ott a mondhatni az ösvényt. Gajdon Blanka. Farkas. Riu. Bonovski próbálkozott, ez most fölé ment. Két játékos van még egyébként az Eto keretéből, a kapusokat leszámítva, aki még nem szerzett gólt ezen a mai meccsen, az egyik Bogonovski, a másik pedig Hápra. Igaz, hogy ők még kevesebb lehetőséget is kaptak. Van nekem egy olyan santagyonom, hogy hamarosan ez meg fog változni, közben Kajdon szerezte meg a csapata 15. gólját. Akkor, amikor igen erősen közeledünk a második félidő feléhez. Farkas, Ogonovski, eljutott Fodorhoz. Ogonovski, Farkas, próbálta volna betenni Pinteának. A labda pedig így nem jó. De lehet újra támadni. Ogonovski. Neki is megvan akkor az első gólja. Kettő, 15. És közben Hadnagy Fanninak még egy 2 perces kiállítást is felírhatunk. Kimondottan sportszerű a mérkőzés egyébként, mert a 46. percig kellett várni az első kiállításra. De különösebb indok sem lett volna egyébként a durvaságra. Pénzes. Spet. Kajdon. Abonoszki védekezett vele szemben. Farogó pedig elvégzi a szabadot. Pénzes. Faragóhoz eljutott, illetve nem is jutott el a labda, mert hogy Pinte a kezében volt. Én úgy láttam, hogy Faragó esetleg össze tudta szedni. De hogyha hozzáteszem azt is, hogy Despotovics és Pintea között próbált ezt megtenni, akkor a helyzet nehézségét talán jól tudom érzékeltetni. Pénzes. Spett. A szép támadás volt. A hátsó hálótartó vasról jött ki, szerencsére kívülről. Lukács. És ez pedig egy újabb 2 perces kiállítás lesz. Méghozzá Faragó Lucának kell lemennie. Ez pedig azt jelenti, hogy akkor a következő 1 percet, hogyha nem történik semmi, akkor 2-es emberelőnyben fogja lejátszani az Audiát, és Háfra Noémi fogja elvégezni ezt a bizonyos büntetőt. És hogyha ez bent van, már pedig bent van, akkor minden nevezett mezőnyjátékos legalább 1 gólt szerzett ezen a mérkőzésen. Ez pedig azt gondolom, hogy mindenképpen a csapat egységet mutatja, illetve azt, hogy csapatként működik nagyon jól ez az Audi Eto. Spet.
Kajdon, két ember között. Pénzes. Egyedül maradt Imrei, de ez pedig Glossert különösebben nem érdekelte. Így is hárítani tudott. Aztán most visszaért Imrei. Annyit elért, hogy megakasztotta az Eto támadását, és egy sarokdobás jött, amelyet Farkas már el is végzett. Háfra! És hát úgy látszik, hogy Háfra pedig kedvet kapott a góllövéshez, mert mindjárt megvan a második is. Szabad dobás jön. Közeledünk az utolsó 10 perchez. A kérdés az az, hogy a meccs hajrájára mekkora különbséggel fogunk ráfordulni. Gajdon. Spett. És ez is egy 2 perc. Despotovics kap egy kényszerű pihenőt, szerintem meg lett volna ő enélkül. No, és akkor Agbava és Glosser 7-es hárítás ezen a mérkőzésen még nem volt. És egyelőre továbbra sincsen. Agbaba megszerzi a 16. vendéggólt. Na most, hogyha esetleg valakiben felmerült volna, hogy az utolsó 10 percre ráfordulunk 20 góllal, és hogy őszinte legyek, bennem felmerült, ez már nagy valószínűséggel nem fog összejönni. Hansen, Áfra, Kogonovski, Farkas, Kapufa, és egy időkérés, az utolsó idejét is kikéri Penszki Gergely, a Vasat vezető edzője. Egészen pontosan 10 perc van hátra ebből a mai mérkőzésből. Őszintén szólva nem gondolom, hogy a két pont sorsát tekintve olyan nagyon nagy kérdések még kellenének, még, vagy lennének annak ellenére sem, hogy Hadnagy Fanni most éppen megszerzi a 17. vendéggólt.
Igazából itt erre a hátralévő pár percre egyetlen egy kérdés van. Mekkora lesz ez a különbség a végén, és hogy adott esetben meg lesz-e a 20. Hát bízunk benne, hogy igen. És abban is reménykedünk, hogy szép támadásokkal fogjuk majd ezt látni. Például egy ilyen Nelogonoszki Fanni. Újabb gólja, egészen pontosan a második. Ogonovszki Eszter egyébként, rosszul mondtam természetesen a nevet. És egy újabb 2 perces kiállítás még hozzá. Fodor Csengének még Despotovic sem jöhetett vissza, addig még 4 másodpercet kell várni. Tehát most 4 védőre kellene a Vasasnak ellőnie a labdát, de erre mindössze 4 másodpercük van. De nem kapkodják el, jön vissza Despotovic. És próbálta volna Szilovics elől ellopni a labdát. Kajdon azonban ezt észrevette időben, és végül nem passzolt a Szilovicsnak. Ez pedig így bizony egy láb volt, úgyhogy jöhetünk újra. Háfra. Szép volt a testcsel, hogy elindult visszafelé, Kajdon nem tudta átverni. Despotovic. Háfra. Oh, ide egyedül maradt Hansen. És ki is használta éjjel ezt a lehetőséget, második gólja a csapatkapitányunknak. Ez pedig egy pontatlan passz. Kicsit azért már a fáradtság jelei is látszanak a Vasason. És akkor a 20 gólért támadunk. Ogonovszki. És meg is van a 20 gól, méghozzá Farkas Júlia találatával. 37-17-re vezet 7 perccel a vége előtt az Audieto. Fantasztikus teljesítmény. 7 gólt kaptunk a második félidőben. Hogy egy kicsit még maradjunk a 7-es szám bűvöletében. Szilovics csúnyán fölé. Szilovics. Akbaba próbálkozott egy lövéssel, lepattant a sáncról. Szilovics. Kajdon. Hansen löki odébb egy kicsit, de felfoghatjuk úgy is, hogy tulajdonképpen csak arra szeretett volna utalni, hogy a 9-esről kell elvégezni majd a szabad dobást. Kajdon. Akbaba, ez most bent van. Hansen, ott a válasz villám gyorsan. És ahogy itt a csarnokban is elhangzott, 5 perc van még hátra.
és akkor hivatalosan is elmondhatjuk, hogy újabb két pont az Audi Etónak zsebben. A Siófok után tehát mondhatjuk, hogy a kötelező feladat is megvan. Fodor Csenge még azért lő egyet. Ez egy 7 méteres lesz. És talán olyan nagyon nagy. Közben jön be Glosser, és illetve jön le Solberg. És én azt gondolom, hogy egyrészt neki, másrészt meg persze Glossernek is szól ez a taps. Na nézzük, meg lesz-e az első hetes védés a mérkőzésen. Egyelőre nem. És Szíliének pedig az 50. meccse ez az Audi Etó színeiben hangzott el itt a csarnokban, én pedig tolmácsolom önöknek. És az pedig egy gyönyörű szép átlövés gól Ugolovszki Esztertől. Fel is hördült itt a közönség, azt gondolom teljes joggal. Természetesen abszolút pozitív értelemben értve mindezt. És talán azzal sem vállalok nagy kockázatot, hogy a legtöbb gólt az idei szezon tekintve legalábbis, igaz, hogy még csak két meccsen vagyunk túl, illetve lassan már hármon, most szerzi az Audi Etó, hiszen ugye Siófokon sikerült 40-et lőni, a Vipers-szel 35-öt. Megvan a 20. vendégtalálat Imreitől. Tehát, hogyha itt a következő 3 perc, 10 másodpercben még sikerül egy gólt szerezni, akkor nem mintha ennek olyan hatalmas nagy jelentősége lenne, de a gólkülönbség kozmetikázásához mindenképpen hozzátesz valamennyit. Egyelőre még nincsen meg ez a bizonyos gól. Imreit indítják, és visszaérnek 3-an Imreivel. És nem csak visszaérnek, meg is szerezzük a labdát. Ezt azért jó látni, hogy gyakorlatilag 20 gólos előnynél a mérkőzés tényleg hajrájában, sincsen elveszett labda, ugyanúgy mennek a lányok, mint hogyha 0-0-nál állnánk, hiszen legyünk őszinték, ezzel a labdával akár végig is sétálhatott volna Imrei. Hávra szerette volna elcsenni a labdát Agbaba elől. Spet, Szilovics, Udvig, Szilovics kapja vissza. Ez nagy lövés, nagy gól, jó, 10 méterről lőtte el, ez most Szilovics Fanni. 40-21. Na, nem lesz meg az a 41. gól, hát azért szerezzünk már még egyet. Agbaba kerül a földre, szabad dobás lesz. Szilovics, Spet. Spet. Beleütött a labdába Fodor, beléptünk az utolsó egy percbe. Szilovics. Spet. Passzívot jeleznek a játékvezetők. Szilovics ellövi, lejön a sáncról. Összeszedi Spet. És akkor emeljük ki azt is, hogy rendkívül szimpatikusan a Vasas is mindent megtesz még itt az utolsó másodpercekben is azért, hogy kozmetikázzák valamelyest az eredményt, viszont mindössze egyetlen passzuk van már, csak illetve kettő passzuk van. Most kellett ellőni.
és akkor van hátra 20 másodpercünk. Fodor, ez is bent van, Fodor Csenge bepattintja a labdát. Messze a mezőny legeredményesebb játékos, a Fodor Csenge 8 gólt szerzett ezen a mai mérkőzésen, amit most már azt gondolom, hogy kimondhatjuk, megnyer az Audi Eto nagyon maga biztosan. Ez a labda nem jó, 41-21, ez a vége, ennyire nyer az Audi Eto KC a Vasas ellen. Nagyon-nagyon magabiztosan tehát hozzák a kötelezőt Ambrose Martin tanítványai. Ne felejtjék, a hétvégén újabb BL forduló, méghozzá a Krim Ljubljana otthonába utaznak kedvenceink. Nézzék azt a mérkőzést is, szurkoljanak a lányoknak. Mára pedig köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy velünk tartottak. Nagyon jó pihenést kívánunk még a ma estére. Én a Varga László operatőr kollégám nevében is búcsúzom a végeredménnyel. Győri Audi Eto KC, Vasas SC 41-21.